A magyar gazdaság a második negyedéves kitűnő 3,9-es növekedés után a harmadik negyedévben is nagyon jól teljesített, 3,2%-os növekedést ért el. És külön öröm, hogy a növekedés mögött egyre több ágazat zárkózik föl. Nem lehet kiválasztani egy ágazatot és azt mondani, hogy csak emiatt növekedett a magyar gazdaság. Ha jól megnézzük az adatokat, akkor azt mutatják, hogy az építőipar, a mezőgazdaság, az ipari termelés, ezen belül az autóipar elsősorban, de a feldolgozóipar is jelentősen javult az elmúlt hónapokban. A növekedés átlagosan 10% körül volt ezekben a szektorokban. És emellett pedig a felhasználói oldalon, tehát a fogyasztási oldalon is egyre jobb, egyre kedvezőbb a kép, hiszen az elmúlt hónapokban a lakossági fogyasztás is növekedni tudott. Összességében tehát ezek tudták segíteni a 3,2%-os növekedést. A magyar gazdaság az élvonalban maradt, tehát továbbra is a 28 uniós tagország között az első három dobogós helyezettek között vagyunk, és azt gondolom, hogy az év egészében jelentősen túl tudjuk haladni azt a növekedési várakozást, amit a tavalyi év végén még jeleztünk. Valószínűleg 3,1-3,2%-os növekedést érünk el éves átlagos szinten.